A mai adásban a vendégem Sugár Gabriella, a lélegsegítő kékmadár szülőklub egyik alapítója és koordinátora. Szia! Jó napot kívánok, szia! A nyári szünet azért minden szülőt egy kicsit <gül> 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 hát gondolkodásra készteti, hogy hova tegye a gyerköccöt, mit csináljon vele, tábor így, tábor úgy. És hát, hogyha különleges igényű a gyerek, akkor meg aztán ez még inkább. De a kékmadár szülőklub tulajdonképpen gondolt egyet és hát idén csináltatok egy nyári tábort. Mesélj egy kicsit erről. Teljesen igazad van. Tehát amit elmondtál a felvezetőbe, alapvetően a nyár az mindenkit egy kis stressz rak, hogy vajon hol, miként, hogyan helyezel a gyerekét addig, amíg dolgozni kell, mert hát egyelőre még nincs két és fél-három hónap szabadságunk egy évben. És való igaz, hogy rendkívül nehéz olyan helyet, olyan táborokat, olyan foglalkozásokat találni gyerekeknek, amely számukra megfelelő, hogyha valamilyen különlegességgel élnek. És hát ebben az autizmus is így van. Úgyhogy másfél éve működik, erről már beszélgettünk többször korábban, a Léleksegítő Alapítvány Kékmadár szülőklubjának a Kamaszklubja, a Fiúk úgy nevezték el magukat, hogy érdekesen bekötött emberek klubja, megjegyzem szerintem elég sokan hasonlóan <laughs> <laughs> hát vagyunk igen. bekötve, <laughs> úgyhogy az évek, tulajdonképpen a kamaszklubunk, itt 13 és 20-21 év közötti fiatalok vannak, tehát abszolút ez a kamaszkor, és rendkívül jó eredményeket tudtunk felmutatni már az elmúlt másfél évben is. Ugye egy közösséget kellett összekovácsolnunk először is, és utána ebben a kis közösségben a szakértőket, a felnőtt segítőket is elfogadtatni a fiatalokkal, egymás iránti türelem, tolerancia, stb. annak a. A készségnek, képességnek a gyakorlása, megtanulása, és hát elindultunk a Puskin művelődési házban, ott tartottunk kezdetben ilyen másfél-két órás foglalkozásokat, és ezt követően a szakértőnk, aki egyébként az egész szakmai részét összefogja, és mindig ott van a gyerekekkel, Kelemen Kálazi Éva Vica, az, aki ezt az egész folyamatot gyakorlatilag koordinálja és viszi és hát szép lassan kezdte a fiatalokat külső helyszínekre vinni. A legelső út az a közeli cukrászdába vezetett. Nyilvánvaló, hogy ilyenkor mi szülők nem vagyunk ott, uh -huh. tehát a szakértő van ott, és egy-két segítő, és ezt követően kezdtek szépen lassan kilépni a város határain túlra is és azt hiszem, hogy az egyik legnagyobb és legszebb ö, ilyen jellegű kamaszklubos foglalkozás az Budapestre vezetett, voltak a zeneházában is a fiatalok, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy óriási dolog, hogy idáig eljutottunk a másfél év alatt. És hát gondolkodtunk, hogy mi legyen a nyárral, fogalmunk nem volt, hogy, hogy mit csináljunk a kamasz gyerekeinkkel, hát mindannyiunknak dolgozni kell, és hála Istennek a vicca volt erre, hogy szervezzünk egy kamaszklubot ö, kifejezetten fiataloknak egy tábort, ahol egyrészt ugye azok, akik már korábban találkoztak és ismerték egymást, azok vehettek ebben részt illetve, hát nyilván megadott keretek között a Vica befogadta azokat is, akik most csatlakoztak a klubhoz, illetve a táborhoz. Így aztán tíz fiatal, és bárdos Orsolya volt még a segítője a Vicának. Ők ketten vitték mm. ezt a hetet. És mi az, amit csináltak, mik voltak a programok? Hát ugye autizmusról lévén szó, ezért nagyon fontos, hogy jó struktúrát legyen minden nap, tevékenységek, mind a mellett, hogy azért reggel kilenctől délután három. 3. voltak a tábor keretei között a a gyerekeink, éppen ezért azért, azért pihenőidőt is hagytak nekik, mert azért ez így elég fárasztó és sok, az 9-től 15 óráig egy adott struktúra mentén tevékenykedni. És hát el kell, hogy mondjam, hogy én mint szervező, mint koordinátor részt vettem ebben a dologban, de én nem ugyanúgy, mert hogy szülő vagyok Igen. én is érintett szülő, nyilvánvaló, hogy én nem lehettem ott a foglalkozásokon. Előre meg lett tervezve a napirend, gyakorlatilag a város támogatását is kért, kértük, mert hogy augusztusban döntenek a táborok elbírálásáról, és környezetvédelmi téma felé mozdultunk el. Azért is, mert korábban már többször jártak a gyerekeink vértes szőlős baj határában van egy farmunk nevű rendkívül jó természeti környezet egy tóval, és nagyon sokat voltak ott kint a gyerekeink, és ott végeztek különféle szabadidős tevékenységet, de alapvetően a, a megyei könyvtár volt a bázis, és akkor onnan mentek, hát kamaszok, tehát őket már nem lehetett kézműveskedésre bírni napi, nem tudom hány órán keresztül. Úgyhogy az ismerkedés a napi rendek mellett, ugye ez a napi rendek ismertetése az mindig mindennapos program ilyenkor a gyerekeknél, hogy pontosan tudják, hogy mi következik. Voltak például Tatán a Kalandparkba, amelyről büszkén ponthatom el, hogy autizmus barát most már. Dolgoztunk együtt néhány hetet, és, és, nagyon, nagyon jó, és nagyon szeretjük azt a helyet. Sokat voltak a farmunkon, de ellátogattak a győri áll. Kertbe is, és elmondásuk alapján ez volt a legfárasztóbb, mert ugye ott indulni kellett kilenckor, és hazaértek délután, és nem volt annyira alkalmuk a feltöltődésre, a pihenésre. Úgyhogy nagyon, nagyon jó volt, mivel ugye én kettős mércével vagyok mérhető e tekintetben is, és újságíróként is ellátogathattam a táborba, így egy picit betekintést nyerhettem, pénteken voltunk én hogy hogy zajlik ez a dolog. Akkor éppen farmunkon voltak, és hát ebédet készítettek, készültek, és hát elképesztő, hogy milyen nyugalom volt ott. Az egyik gyerek pecházott, a fogot, halat megsütötték, eszegették, az egyik pancsolt, a másik pihent a pihenősátorba. Mert hogy ennek az egésznek ugye az volt a lényege, hogy az egész közeget, a, az egész környezetet úgy alakították ki vicca, irányításával, hogy abszolút autizmus barát legyen. Tehát e, nyilván a napi rendkártyákat láttuk mindenhol, a különféle helyek mentén ki volt rakva, hogy ott éppen milyen tevékenységet lehet végezni. Volt pihenősátor, volt a főzésnek helye, Úgyhogy nagyon, nagyon jó volt a gyerekek, nagyon komfortosan, biztonságban jól érezték magukat, mert az a fajta vizuális megsegítés az ott volt, látható volt, és gyakorlatilag ez volt az egésznek a varázsa, hogy próbálták a napi rendet tartani, és a vizuális megjelenésben a vizuális megsegítés is jelen volt. Egyébként a programok tekintetében így kikértétek az ő véleményüket előre, vagy teljesen inkább így arra fókuszáltatok, hogy azért jól érezzék magukat? Mivel másfél évvel mögöttünk, ezért ugye volt már tapasztalás, hogy mi az a, milyen jellegű tevékenység az, ami közel áll hozzájuk, és a vicca így rakta össze. Nem kértek ki a véleményüket előre, de nyilván a nap folyamán azért lehetett egy icipici játékot benne hagyni, mert én azt látom, láttam, hogy úgy szerdára egy kicsit, kicsit nagyon elfáradtak a fiúk. Aztán csütörtökön történt valami, akkor megint ment tovább a dolog. Úgyhogy így módon az öt nap az nagyon jól elment, sőt, nagyon hamar elment. Ami még különlegesség volt, hogy egyrészt voltak olyan támogatók, olyan segítők, akik ezzel-azzal valamivel próbáltak segíteni. Például péntekre egy nagy Nagydobos süteményt tudtunk vinni egy nagyon kedves támogatónk jóvoltából. Aztán volt szülinaposunk, akkor csütörtökön nyilván. Mm. Szülinapozás is a része volt a programnak, úgyhogy ez mindenképpen jó volt, és szülőként, hogyha szülőként nézem a dolgot, akkor az is rendkívül hasznos, és azt kell, hogy mondjam, megindító volt mindannyiunknak, amikor zárás előtt a vica lejött, és egy 15-20 percben tartott nekünk egy összefoglalót, hogy ő hogy látta. Ezt a tábort, és hogy látta benne a gyerekeket. És hát tényleg megindító volt, mert annyi élmény és annyi érzés jött akkor elő mindenkiben. Azért hangsúlyoznám, hogy autizmussal élő gyerekekről van szó, ugye máshol voltak a spektrumon, vannak a spektrumon ezek a gyerekek. És az autizmus, mivel a kommunikáció és a szociális viselkedésben jelent érintettséget, különböző fokban mértékben. Ezért mi nagyon nehezen bízzuk a gyerekeinket nyáron egy újabb idegen környezetbe re emberekre, nagyon nehezen találunk olyan helyet, ahol nyitottan és megértéssel fordulnak az autizmussal élő gyerekeink iránt. És hát a visszajelzéseknél ez elő is jött, mert voltak, akik írták, hogy a 16-17 éves gyerek még, még soha nem érezte magát ilyen jól. Tehát, hogy ez, ez, egy, ez egy rendkívül nagy, fontos lépés volt, és hát már eldöntöttük, hogy lesz folytatás nyilván, úgyhogy jövőre is szervezünk majd tábort ilyen igen, meg tulajdonképpen azért az őket is feltölti, gondolom. Nem tudom, hogy te mit tapasztaltál a gyerkőcön, hogy hogy jött haza. <laughs> Ú, nagyon, nagyon, nagyon jól érezték magukat, ugye nem egész nap a telefon ment, és volt a kezükbe, úgyhogy nagyon jól érezte magát a fiam, és ez az egy hét, mivel ugye eddig korábban egy-egy napot találkoztak, nyilván ismerik egymást ott is, azért már a kis közösségen belül is alakulnak ki kis társaságok, uh -huh. és nyilván a fiamnak is van már egy legjobb barátja ebben a közegben, és hogy ők annyira jól együtt tudnak már gondolkodni, tartják nyilván a kapcsolatot, ez is nagyon fontos, tehát otthonról is csetelnek, beszélgetnek, és ami még nagyon fontos, hogy például a Kamasz Klubhoz kapcsolódóan van egy olyan messenger csoport, ahol benne vannak a gyerekek, és benne vannak viccáik is, akik kvázi próbálják moderálni ezeket a beszélgetéseket, és ez is megtan, megtanítja őket arra, hogy az érzéseiket, az érzelmeiket, ha nem is látják egymást, csak írásba tapasztalják, hogy a másik éppen hol tart egy adott dologgal kapcsolatban, akkor azt tudják kifejezni, fel tudják dolgozni. Úgyhogy ez egy rendkívül komplex dolog de így együtt mert az internet adta lehetőséget is használjuk, amikor mi a Kamasz klubunkról beszélünk, és hát nyilvánvaló, hogy próbáljuk a gyerekeinket a való életben is segíteni abban, hogy egymáshoz is és a külvilághoz is megfelelően tudjanak viszonyulni. Most, ha, hogy vége a tábor, most milyen feladatok várnak mondjuk egy, egy szülőre? <laughs> hát nekünk rendkívül nehéz, mert igazából idén már nem terveztünk még egyszer egy ilyen egyhetes turnust, és azt gondolom, hogy ez most nem is tud már megvalósulni. Úgyhogy így módon a gyerekeinknek ilyen jellegű tábori lehetősége már nem lesz. Viszont még a nyár elején elhatároztuk, hogy bizonyos időközönként szervezünk családoknak programokat. Ez nyilván azt jelenti, hogy ha a család együtt testvérekkel együtt szeretne eljönni, ez egy tökéletesen jó lehetőség. De adott esetben azok a kamaszok, akik már azért, akiket már jól ismerünk, azok akár egyedül is jöhetnek. És hát olyan három hetente szervezek én valamit. Voltunk már többször a alant parkban, mert hát az egy zseniálisan jó hely. Most készülünk Naszájra, van egy nagyon kedves meghívásunk, úgyhogy madárgyűrűzést nézünk, és egy őstermelőhöz el tudunk menni egy gazdaságba, ahol különféle állatok vannak, és akkor azokat tudjuk megnézni. És ez annyira jó, mert jönnek a ajánkoznak ismerősök, hogy szívesen látnak bennünket, és ez, ez borzasztó jó, mert ugye eddig azért alapvetően inkább a szülőklubon belül tartottuk a kapcsolatot, és kezd teljesen más minőségbe átmenni ez a fajta kapcsolódás, amiben mi vagyunk, és ez nagyon jó. Tehát a családoknak szervezem ezeket a találkozókat, azt gondolom, hogy még a nyáron ezen kívül, amit említettem, ez a naszáin kívül még kettőt biztos, hogy szervezünk. Aztán utána majd meglátjuk, hogy a szorgalmi időszakban hogyan haladunk tovább. Én azt gondolom, ott is lesznek most már ilyen családi napok, kék madár családi napok, uh -huh. de talán nem ilyen gyakorisággal. És hogyha már a kamaszokról beszéltünk, alapvetően a szülőkről beszélünk, mert ugye a szülőklub is azért ott van, hogyha bárkinek bármi problémája van. Nagyon-nagyon sok a fiatal tíz év körüli gyerekünk is, új belépők között is vannak. Ezért aztán gondoltunk még egy nagyot. És mivel nekik tábort nem tudtunk szervezni, terveztük, de sajnos nem nyertünk azon a pályázaton, ezért azt találtuk ki, hogy ilyen játszós délelőttöket szervezünk nekik. Jó. Úgyhogy tegnap döntöttük el a, azokkal a szakértőkkel, akikkel ebben együtt dolgozunk, hogy Mosolyvár játszó lesz a neve. Mosolyjal várjuk a gyerekeket a Mosolyvárban. 7-10 éveseknek szervezzük, nagy valószínűséggel a megyei könyvtár segítségét kérjük, illetve kér kértem már részben. és hát A nyár folyamán ilyen 4-5 alkalommal, egy-egy hétköznap délelőtt, 3 óra megfelelően struktúrálva, és természetesen itt is van autizmus szakértő, és lesz egy asszisztens, aki a gyerekekkel lesz. Maximum 4 gyerek jelentkezhet egy-egy ilyen alkalomra, és tegnap délután raktam ki a zárt csoportba a posztot, hogy mosolyvár, játszó, és ekkor és ekkor az első, és várjuk a jelentkezőket. Képzeld el, hogy egy órán belül a betelt az első dátum, és mivel már érdeklődtek a szülők, hogy mikor lesz a következő, úgyhogy én ma reggel már ki kellett, hogy rakjam, és hát nagy örömmel kiraktam a további dátumokat is. Úgyhogy azt gondolom, hogy, hogy ez is egy olyan dolog, ami jó lehet, és itt a legfontosabb cél célunk az, hogy a nyár folyamán a gyerekek, akik valamilyen közösségbe nem tudnak szervezettel részt venni, ne szókjanak el a közösségtől. Tehát ide nyilván azok a gyerekek jönnek, akik szorgalmi időszakba, iskolába, járnak, és ez egy nagyon jó dolog, hogy néhány alkalommal, néhány órára tudnak találkozni, és nem felejtik el, hogy hogyan kell viselkedni egymással. Igen, hát tulajdonképpen, ha belegondolunk, akkor mi felnőttek is szoktunk néha úgy elvonulni, hogy, hogy úgy ut utána nehéz visszaszokni a rutinba, és ez náluk is nyilván így van. Úgyhogy ezek tényleg nagyon jó dolgok, meg hát nem véletlen, hogy a szülők is ennyire szeretnék ezt, és hát tulajdonképpen lehet, hogy majd jövőre tudjátok ezt egy itt tágítani is, mert azért... Hát nekem megfordult a fejembe, hogyha, hogyha ennyire igénylik a szülők, akkor még az is lehet, hogy ezt valamilyen szinten ezt is folytatnunk kell majd szorgalmi időszakba is. Ez majd egy következő lépés lesz. Viszont a, az alapján, amiket így elmondtam abból, hogy érezhető, hogy most már 7 éves lesz a Kék Madár Szülőklub, és ugye az eddigi működés tapasztalatai alapján próbálunk mindig aztán a szülők véleményét kérve haladni előre, és most idén, miután a kamaszklubunk, most már ilyen azt mondom, hogy nagy örömmel stabilan kezd működni, és a tíz éves korú gyerekeknek is próbálunk külön csoportot létrehozni. Azt gondolom, hogy ez nagyon jó, mert így elkezdünk most már szülőklubon belül is korosztályonként szakosodni, és úgy segíteni a szülőknek, de mind a mellett ott van az alap. Tehát am amikor elakadás van, akkor tudnak keresni a szülők, illetve hát a családi napok is azt szolgálják, hogy együtt is tudjunk lenni minél többen. És akkor hát a, a fiatal felnőtt autizmussal élők sorsán is gondolkodunk természetesen. Az önkormányzattal felvettük már korábban a kapcsolatot, hogy milyen módon hogyan lehetne olyan napközi ellátást, napközit működtetni az autizmussal élő fiatal felnőtteknek, hogy ne otthon bezárva legyenek, hanem valami értelmes napi elfoglaltságuk és napi rendjük legyen. Hála Isten erre fogékony az önkormányzat is, illetve nagy nagy öröm számomra, hogy a Vöröskereszt megyei szervezetének a vezetője is mellénk áll, mellénk állt, úgyhogy közösen keressük, most, most a pénzügyi forrás kutatása mm. zajlik, mert nagyon jó lenne, hogyha már idén valami ebből el tudna indulni, de ez pályázatokat írunk most folyamatosan, illetve hát nagyon bízunk benne, hogy jövőre már a város is a költségvetésbe egy soron ezt be tudja rakni, mert ez azt jelenteni, hogy 6-8 autizmussal élő számára nyújtana napi elfoglaltságot reggeltől délután valameddig. Nyilván természetesen, hogy szakértő lenne ott, aki foglalkozik a fiatalokkal. Illetve valami olyan tevékenységet, tevékenységen gondolkodunk, ami nekik is öröm lehet, és valamit utána láthatóvá tudunk tenni abból, amit csinálunk. Illetve nekem egy nagy álmom, és úgy látom, hogy erre fogékony a szülőklub is, illetve azok, akikkel, akikkel beszélek, hogy nincs Tatabányán egy olyan irodaszolgáltató, ahol ahová be tud kopogni bárki, akinek kérdése van autizmus témában, bármilyen kérdése. Tehát nagyon fontos lenne, hogy legyen egy ilyen szolgáltató irodaszerűség, tájékoztató, információs iroda, és hogyha már a Fiatal felnőttekkel foglalkozunk. Biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan vannak, akik el tudnának helyezkedni. Azt gondolom, hogy a következő lépés az lenne, hogy a nagyobb cégeket, gyárakat kellene megkeresni, őket valamilyen szinten érzékenyíteni, hogy ezeket a fiatalokat tudják fogadni, vagy be tudjanak dolgozni nekik ezek a fiatalok. És hát ez egy óriási lépés lenne. És hogy erre miért, miért van szükség, elképesztő szükség van. Minden 50-55-dik gyermek érintett az autizmusban. Most még ott vannak az általános iskolákban, vagy a középiskolában, de ők ezt be fogják egyszer fejezni, és kijönnek az életbe. És nekik valamilyen lehetőséget kell biztosítani. És nem mondom azt, hogy minden autizmussal élő, aki a spektrumonban borzasztó nehezen kommunikál, nem erről van szó, van, aki nagyon könnyen kommunikál, mm. de az új helyzetek rendkívüli feszültséggel töltik el őket, és hogyha ezekben mi Tudunk nekik támogatást nyújtani, őket is fel tudjuk készíteni, és a befogadó céget is fel tudjuk készíteni arra, hogy ők együtt tudjanak valami okosat csinálni. Szerintem az egy fantasztikus dolog, mert hogy én mindig ezt mondom, most már jó néhány évvel, egyre több a diagnosztizált autizmussal élő, tehát nem mehetünk uh -huh. el most már a feladat és a kihívás mellett. Igen, és tulajdonképpen most ö, lehetnek akár olyanok is, egyébként, akik már 40 évesek, 30 évesek, 50 évesek, és nem tudják, hogy tulajdonképpen ők azok. És hogy ugye nagyon nehezen boldogultak a munkavilágában, és nem tudták, hogy miért, és lehet, hogy ezért. És ugye nem voltak befogadóak. És hogyha egy kicsit át lehetne fordítani tényleg a munkáltatóknak is a hozzáállását ezekhez a dolgokhoz, meg ha tudnák, hogy hogyan lehet velük, vagy hogyan kell velük bánni, hogyan kell hozzájuk fordulni, akkor talán nekik is, akik most tudatosították, hogy azok, meg azoknak is könnyebb lenne, akik nem tudják, vagy később tudták meg, hogy azok. Nagyon egyszerű, ha megtalálják azt, a, azt az eszközt, amivel motiválhatóak ezek a fiatalok, az autizmussal élők, rendkívül jól motiválhatóak. Egyébként ez azt gondolom, hogy mindenkire igaz, tehát Igen. azért ezt tegyük hozzá mindenkire igaz, csak nekünk a tűrő képességünk az talán egy kicsikét tágabb, mint az övéké. Tehát ők hamarabb fáradnak, hamarabb állnak föl, hamarabb mondják azt, hogy na most elég, akkor inkább mással foglalkozom. De hogyha ez jól fel van építve, és nem bonyolult, tehát az az egésznek a lényege, hogy nem egy, egy beláthatatlan bonyolult folyamatról beszélünk, hanem egyszerűen arról, hogy egy picikét figyeljünk oda a másikra, és már is működik jól az együttműködés. Hát ezt, ezt próbáljuk mi, úgy az agyakba elültetgetni, és hát azok alapján, amit elmondtam, elképesztően sok feladat van még, ami, ami vár ránk. Hát igen. Még egy picit beszéljünk az évekről, ugye a Kamaszklubról, hogy az nyáron egyébként működik folyamatosan? Most egy pici pihenőnk lesz a tábor után, de augusztusban természetesen már találkoznak és folytatjuk. Illetve hát ők folyamatosan tudnak kommunikálni ugye ezen a messenger csoporton belül, úgyhogy tartják a kapcsolatot, illetve amikor a családi programok vannak, akkor én mindig mondom a fiamnak, ő ismer természetesen az ébeknek a tagja a 16 évével. Úgyhogy mindig mondom a fiamnak, hogy szóljál a többieknek, hogyha tudnak jöjjenek. Nagyon jól ismerjük már egymást, tehát ők tulajdonképpen egyedül is el tudnak akár jönni, de hála Istennek a családok ezt mindig magukra veszik, és a legtöbben családostól jönnek és jelentkeznek, és ez nagyon jó. Az is nagyon jó, hogy minél inkább ismerjük a gyerekeinket, annál inkább látjuk, hogy miben ügyesek. Tehát például az ébeknek van egy, egy zseniális saját fotósa már, olyan jó képeket készít a fiatalember, Gyuri, a keresztnevét elárulom, ahogy már mondtam is neki, hogy szerintem valamikor lehet, hogy valahol valami kiállítást is szervezünk neki. Tehát, hogy ez mekkora sikerélmény neki, és hozza, és ott van a fényképezőgép, és a tábor alatt is ott volt, és olyan boldog volt, hogy hogy mikor mi kimentünk kollégámmal, a Petivel, hogy kvázi szakmai, fényképészeti szakmai dolgokról tudtak beszélgetni, ez nagyon fontos, mert, mert ez is inspirálja, és további lökést ad neki az előrelépéshez. Úgyhogy augusztusban ők találkoznak a viccával, addig pedig nyilván a családokkal tudunk majd összejönni. Most eszembe jutott egyébként, hogy milyen jó, hogy így mondtad, hogy tudod szakmázni ugye a Petivel, és hogy milyen jó lenne, hogyha tényleg így lehetne ilyen szakembereket hívni, amit őket, ami őket érdekli, és akkor tényleg ezzel is hozzájárulni, hogy azért ők is megtalálják az utokat. Hát a Vica azonnal látta, hogy ott van valami kémia, hogy úgy mondjam, úgyhogy már meg is hívta a Petit majd egy szeptemberi kamaszklubra, úgyhogy abszolút nyitott kapukat döngetsz. Ugye ez azért is jó és fontos, hogy hogy, hogyha látjuk, hogy ki miben jó és ki miben nyitott, akkor olyan szakembert valóban meg tudjunk írni, és ez segíteni. A gyerekeknek a továbblépésben, a hivatás választásában. És ez nagyon fontos, hogy olyan helyet válasszanak maguknak, ami nekik jó. Mert ugye a szülőnek van egy elképzelése, az egy dolog. Ezt mindenkinél így van. De, de ők ő érezzék jól magukat, és ez a, ez a legfontosabb. Meg hát talán könnyebben is veszik az akadályokat. Veszik az akadályokat, hogyha tényleg a szívük szerint választanak maguknak szakmát. Abszolút, abszolút. Hát akkor én további jó munkát kívánok nektek, és sok jó ötletet még a folytatásban, mert azt, azt látom, hogy ezt mindig szedtek magatokra, és köszönöm szépen a beszélgetést. Én is nagyon köszönöm még egy észrevétel, hogyha ha valaki úgy érzi, hogy érintett bármilyen szinten ebben a dologban, akkor a Kék Madár Szülőklub tatabánya nyílt, de a legfontosabb, hogyha érintett a zárt csoportjába kopogtasson és vesszük fel, mert dübörög a zárt csoport, és nagyon-nagyon sok hasznos információ van benne, úgyhogy nagyon köszönöm én is.